Such an extreme situation has been created in Little Rock. This challenge must be met, and with such measures as will preserve to the people as a whole their lawfully protected rights in a climate permitting their free and fair exercise. Süle Tamás és Apró Tonya a vendégeim. Sziasztok, fiúk! Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Sziasztok, nézők! Nagyon jó kis zúzós dalt hallhattunk, meg láthattuk a klipet, amely tele van különleges archív felvételekkel. Pontosan hogyan kapcsolódnak ehhez, ezek a dalhoz? A dalnak a mondani valóját azt egy dokumentumfilm ihlette, amit aztán az énekesünk, szövegírónk Szabó Dávid formált szöveggé, és igazából a mondani valója az, hogy azok az emberek, akik bizonyos szituációkban gyengének vannak gondolva is, ha összefognak, és komolyan kiállnak azért, amiben hisznek, és kiállnak azokért a dolgokért, amiket fontosnak tartanak, akkor elérhetnek változásokat, akár nagy-nagy rendszerekben is, így globálisan megfogalmazva ezt jelenti a dolog. Egyébként egy 50-es évekbeli amerikai történet, egy Little Rock nevű, nagyon, nagyon aranyos nevű kisvárosban játszódik egyébként a sztori, ami megtörtént. Tehát ugye az élet volt a legnagyobb inspiráció, meg a történelmi ugye események. Mik azok a témák, amik a leginkább érdekelnek benneteket? Szövegírónk Dávid, ahogy Tonya is mondta, igazából nagyon sokszor saját ötletek alapján írja a szövegeket, és például ez is volt már egyébként korábban az előző lemezen, az első lemezünkön is egy olyan, ami szintén egy dokumentum film alapján adta neki az ihletet. Általában ami hétköznapi dolgok foglalkoztatják az ember, szóval nagyjából így. Bármi lehet, tehát tényleg az életből merítődnek a dolgok, és vannak közöttük egészen konkrét témákról szólók, de vannak olyanok is, amik csak esetleg érzések, hangulatok, vagy akár párkapcsolati dolgok. Tehát akkor nyitott szemmel jártok folyamatosan, és inspirálótok. Az első lemezt említettétek, milyen stílusbeli változáson mentetek át, miben különbözik most ez a második nagy lemezetek? Nem különbözik annyira sokban stílusilag, hanem inkább azt mondanám, hogy viszi tovább az elsőnek az útját a második. Egymásból nagyon szervesen következik a kettő, viszont elég komoly fejlődés történt azért sok mindenben a kettő között, ezért az újat azt azért lényegesen színesebbnek, kiforrottabbnak gondolom. Ha jól tudom, akkor több mint 4 éve jött létre ugye a zenekar, viszont már előtte is zenéltetek, dolgoztatok együtt. Milyen fejlődési ív az, ami kirajzolódik? Azt olvastam egy korábbi interjúban, hogy most már nem akartok minden áron az a döngölő, kemény stoner zenekar lenni. Ez pontosan mit jelent? Ez, hát, hogy öregszünk.
Meg nem azt látszik. Köszönjük szépen. Meg azt is jelenti igazából, hogy nyilván az ember változik így az évek alatt. Amikor annak idején valószínűleg középiskolás korunkban, vagy valahogy így elkezdtünk zenélni, akkor persze mindenki a legdurvábbat, a legkeményebbet, a leggyorsabbat akarta játszani. És aztán így, ahogy telnek, múlnak az évek, és mi is egyre inkább nyitottabban állunk a zenéhez. Nagyon változatos zenéket hallgatunk. A Foo Fighters is, ugye? Egy nagy kedvenc, például a Foo Fighters. Nagy ikon számotokra. Igen. Meg hát jellemzően ilyen amerikai stílusú zenék. Így azt szoktuk mondani viccesen, hogy milyen nyugat-amerikai zenét játszunk. Elég színes a palettája ennek az új albumotoknak, és van egy sötét oldala is, hogyha ezt mondhatom így. Pontosan hogyan építkezik? Mi volt a célotok? Igazából, amikor zenét szerzünk, akkor nincsenek meghatározott céljaink, tehát, hogy amit hallasz a lemezen, az mind olyan, ami jött magától természetesen. És a sötétebb oldalra is igaz, tehát minden embernek vannak nehezebb időszakai, vannak nehezebb olyan sötétebb gondolatai, vagy bármi kicsit negatívabb hozzáállás a dolgokhoz, amiket nagyon jó egyébként zenében kifejezni, mert attól megkönnyebbülsz. Nagy videoklip gyártásban vagytok, ezt szerintem nyugodtan állíthatjuk, de más vizuális tartalmakra is azért odafókuszáltok. Mi a következő nagy feladat, projekt? A következő az egyébként lesz majd március végén egy újabb videóklip, de közben folyamatosan próbáljuk feldolgozni a turné videókat, meg a ilyen mindenféle road movie-kat próbálunk most megcsinálni, mert hogy hát ugye koncertek hiány, az ember azért próbál ezzel foglalkozni, meg mindent kihozni a helyzetből. Éppen ezért az összes földgyűlemlet videóanyagot azt most nekiálltunk feldolgozni. Mi pedig ezt nagyon várjuk, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettünk. Köszönjük szépen. Is a lehetőséget. Sziasztok!